cabeça. Se já me olvida, que importa perder mil vezes la vida para que vivir. Tangó ünnep, ezzel a programmal várták a tánc szerelmeseit a Pécsi napokon szeptemberben. A Baranyai megyeszékhely főterén élő zenei kísérettel tangózhattak a párok, illetve tanulhatták meg a lépéseket. Ezelőtt egy olyan 3 vagy 4 évvel ezelőtt nem voltam egy ilyen workshopot tartani. Hozzáteszem, hogy én a Becsési Tangó Stúdió képviseletében vagyok lent, és az egyik barátom megkért, hogy hát jöjjek le, és hát ott csináljunk egy ilyen kis tangó rendezvényt. És ezen a tangó rendezvényen összeismertettem egy nagyon dinamikus úriemberrel, aki azt mondta nekem, hogy hallottam-e, hogy Pécset 1922-ben kitiltották a tangót. Mondom, ez egy nagyon érdekes történet, és akkor úgy leültünk, és úgy átbeszéltük, mi lenne, hogyha erre valahogy ráhúznánk egy ilyen eseményt. Hát éppen ez az esemény most 3-4 évvel később ugye megvalósult, és itt vagyunk a téren, ami számomra egy hatalmas nagy öröm. Ez a városi rendelet már nincs érvényben, éppen a szeptemberi közgyűlésen vonták vissza a képviselők. Na de mi volt a bűne a tangónak? Erre is kíváncsiak voltunk. 900-as évek előtt, tehát 1800-as végén, akkor körtáncok voltak. Tehát nem volt ilyen közeli érintéses, hogy is mondjam, különösen a tangó, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy a követőt, mert ugye követőnek hívjuk, akivel táncolunk és vezetők vagyunk, ugye nagyon a személyes érintési körünkbe bevisszük. Tehát ez annak idején abban a társadalomban ez valahogy nem csúszott le, és hát gondolom, hogy azok a körök, akiknek ez valahogy nem tetszett, azok megtettek minden lépést, hogy ez végül is betiltásra kerüljön. Itthon az a helyzet, hogy kb. 3000 tangós van szerintem, többnyire Budapesten, tehát vidéken nagyon kevés, és ezért lenne egy nagyon fontos jelentősége annak, hogy itt Pécset is valamit elindítsunk. És mondjuk eljussunk valami olyan irányban, mint például Franciaországban Toulouse városa, amely ugye egy kis hely Párizshoz képest, ugyanakkor egy hatalmas tangófesztiváluk van. Szóval nagyon szeretném, hogyha ugyanez lenne itt. De visszatérve a magyar tangó életre, azért vannak olyan jelentős személyiségeink, mint például Budai László, aki azt hiszem világbajnok volt, ugye, nem azt hiszem, tehát világbajnok volt, vagy Kulik Johanna, Josip Bartolovics, akik egyébként képviselték az első argentin világbajnokságon egyébként a színeinket, mégpedig, ha jól emlékszem, 4. helyezettet értek el. Tehát azért mondom, hogy azért nagyon sok abszolút művészi és abszolút tehetséges tangós nevelkedett itt Magyarországon. Természetesen ők bejárták a világot, tehát több időt töltöttek Buenos Airesben. És hozzáteszem, hogy egyébként nagyon jó klubvezetők vannak, szóval tényleg le a kalappal. Ami szerintem az hiányzik, hogy följebb tudjunk kerülni, ez ugyanaz, mint az összes táncnak a kérdése, az pedig szerintem az iskolai oktatásban keresendő. Tehát én úgy gondolom, hogy az iskolai oktatást egy kicsit át kellene alakítani, és lehetővé tenni azt, hogy a tánc nagyobb léptekkel tudjon előtörni. Az argentin tangó mellett egy kiállítással is megidézték Pécsen, Közép- és Dél-Amerikát. A Pécsi Galéria ad otthont a tárlatnak. A kiállítás az Párizsból, a Latin-Amerika házból érkezett, ott 2019-ben mutatták be ezt az anyagot. 9 latin-amerikai ország 26 művészének a munkáit láthatták, akkor ott az érdeklődők, és itt most a Pécsi Galériában. Ez gyakorlatilag ugyanaz a tárlat, ami ott volt. Olyannyira, hogy igyekeztünk az arculati elemeket is adaptálni és elhozni ide mindazt, amit lehetett. Azt gondolom, hogy ez a közép-amerikai, latin-amerikai térség az egy olyan kultúrával rendelkezik, ahol egyáltalán a képi kifejezés, elemek, a színek és lényegében a formarendszer azért valamennyire eltér a miénktől. Bármelyik munkáról hosszasabban tudnék beszélni, mindegyik hordoz valami egyedit, és ugyanakkor olyan sajátosságai is vannak, amit az európai tervezőgrafikához, vagy az európai grafikai művészethez csatolja.
Ami nagyon eltérő, az a színeknek a használata, a formavilág, illetve az a fajta filozófia, amiben nagyon bátran beszélnek akár a szexualitással kapcsolatban, vagy az élet-halál viszonyáról. Ez valahogy benne van a kultúrában, nagyon, nagyon erős eszközökkel szólnak ezekről a kérdésekről. Számomra különösen fontosak azok a munkák, amik az esélyegyenlőségről szólnak, a női jogokról, vagy éppenséggel mondjuk a toleranciáról, ilyen plakátokból is jó pár van itt. Ahol itt állunk, itt van ez a perui plakát, ami a női munkavállalás, hogy mondjam, egyenértékűvé tétele mellett foglalálást, ami azt gondolom, hogy egyáltalán nem csak perui, nem csak latin-amerikai probléma. Ahogy ezeket tálalják, az a fajta nyelv, az egy sokkal erősebb, mint a miénk. Nagyon élénk színeket használnak, nagy gesztusokat használnak, a formaviláguk tulajdonképpen a nagyon túl zsúfolt, ugye ott látjuk az argentin Onaire csoportnak a munkáin, egy teljesen telített, túl zsúfolt képi szerkezetről beszélünk, ugyanakkor a kolumbiai az egy nagyon élénk színekkel dolgozik, de kifejezetten minimalista, egyszerű formákból építkező művész. Tehát lényegében egy széles palettáról beszélhetünk, ahol az országokra vagy a népekre jellemző sajátosságok mellett az európai hatások együtt jelennek meg. A kiállítást a tervek szerint novemberig láthatják az érdeklődők. Azt azonban még nem tudjuk, hogy a tangó ünnepet megrendezik-e jövőre is, és ha igen, mikor táncolhatnak újra a párok a pécsi Széchenyi téren.